átnéznek. Az iskola hagyományos foglalkoztató jellegű nyílt napot rendezett a nyolcadikosoknak, ahol bemutatták az induló szakokat, képzéseket. Hagyományosan rendezzük meg a nyílt napunkat, és egy ilyen foglalkoztató jellegű nyílt napot rendeztünk. Gyakorlatilag a szakjainkat mutatjuk be, azok mutatkoznak be azért, hogy a leendő nyolcadikosoknak legyen egy választási lehetősége, kapjanak egy képet arról a képzési struktúráról, amit az iskola biztosítani tud. A számukra így egy gimnázium és egy technikum működik az intézményben, gimnáziumi képzés keretében belügyi rendészeti pályorientációs képzést indítunk, amit kiegészítettünk a Honvéd Kadét programmal egy szerződés keretében, így a gimnáziumi tanulók is ösztöndíjat tudnak kapni, és a technikumi képzésekben pedig a pénzügyi számviteli ügyintézőképzést, sportszervező és sportedzőképzést, mezőgazdasági gépésztechnikus, környezetvédelmi technikust képzünk. A kistermelői élelmiszer előállító képzésünk pedig 3 éves és szakképzőiskolai képzésként kerül megrendelésre. A mai nyílt napon gyakorlatilag ezeknek a szakmáknak az egyes területeit mutatjuk be. Nem említettem, de rendészet és közszolgálati képzésünk is van, és ennek is hát különféle szakmai folytatásait is jelentő szakembereket meghívtuk, és ők is részt vesznek ebben a nyílt napon. Segítenek bemutatni nem csak azt, hogy a képzés itt hogyan folyik, hanem azt is, hogy ha végeztek, akkor milyen munkát fognak végezni. A budapesti, a Tomaj Monostor és számos helyről érkező diákok a jelentkezési lapokat határidőre kell, hogy eljuttassák az iskolához. Gyakorlatilag a hagyományos tanévrendje rendeletben is meghatározott jelentkezési határidők vonatkoznak rájuk. Jelentkezési lapokat kell majd kitölteniük, és azokat küldik el. A mi iskolánkban gyakorlatilag tanulmányi eredménytől függ a felvétel, az alapján készül egy sorrend, amit 8. osztályban szereztek, tanulmányi eredményt, és az alapján, a sorrend alapján tudjuk az egyes szakokra jelentkezőket fölvenni. A vidékieknek a kollégium is biztosított. A kollégium 150 férőhelyes, általában nem szoktunk elutasítani senkit, tehát jelen pillanatban is 120-an vannak a kollégiumban. Én úgy gondolom, hogy a mostani jelentkezők is ugyanúgy elhelyezhetőek lesznek. Lesznek új képzések, amit a jövő tanévtől indítanak, de vannak most is népszerű képzések. Talán a legtöbben a mezőgazdasági gépésztechnikus és a rendészet és közszolgálatra jelentkeznek, de elég sokan jelentkeztek a pénzügyi számviteli szakunkra is. Aki most nem tudott eljönni a nyílt napra, annak még januárban is lesz erre lehetősége. Január 10-én 9:30 perckor várják az érdeklődőket.